Végre, srácok, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy begyűjtöttük az összes login... Hát nem rám jön a köhögés. Szóval, hogy végre elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy be tudtuk gyűjteni az összes login eventes rewardot, és én még annyit csináltam, hát ezt ne nézzétek, hogy mi van itt az inventoriba. Sok gonoszságot csináltam, mert hogy streamen kívül is nyomtam a játékot. Eljelj, ugye? Még tart egy hétig a kristályos auránk. Annyit csináltam, hogy mivel legutóbbi streamben elértük a 600-as item levelt, így a Mapcom mondta nekem azt, illetve sokan mondtátok azt, hogy amúgy most, hogy megvan a 600-as item level, mehetnék Abyssal dungeonözni, amit most meg is fogunk majd ejteni. Illetve nem csak, hogy Abyssal dungeonözni tudunk, hanem tudunk venni ilyen ruhákat, tier 2-es ruhákat, amivel lesz egy kis növekedésünk az item levelt illetően. Úgyhogy most ezt fogjuk csinálni, átveszem majd az aukciós házon szerzett cuccokat. 99 gold volt egy ilyen. Ez meg 111, ez meg 79, ez meg 99. Aztán egy olyat is vettünk. Ezek meg már a visszajött cuccok, ezek most nem érdekelnek minket. Tehát kell nekünk ez. Shoulder piece. Most én valamit elnéztem? Nem néztem ám. Ez a régi cucc, ezt oda átrakjuk. Ez az új cucc, 600-as item level helyett 802, azt is átrakjuk. Aztán van valahol egy sapka, amit most így hirtelen nem látok, hogy hol van, de van. Nadrág, 802. Érdemes használni az AH-t? Hát ebből a szempontból, amiből én használtam, igen, érdemes. Hogy a 600-ról gyorsan följebb menjünk. Na. 802, és egy staffot még érdemes lenne venni, amit nem vettem. Úgyhogy azt is gyorsan mindjárt veszünk. Nehát a 268-as lett az item levelem. És gyorsan még beugrunk az AH-ba, illetve veszünk még ékszereket is. Adok-e? Hát próbáltam eladni, de tier 1-en nem nagyon lehet eladni a cuccokat. Vagy legalábbis el lehet, de nem nagyon leszek nyereséges. Szemansz. Megvetted az Eldeninget? Na, jó szórakozást hozzá, Ironsight. Hogyha elakadnál, vagy bármi baj van, nyugodtan kérdezz. Akár Discordon is. Na, elvileg ő kell nekünk, így van. AH, Gear Weapon. És akkor a quality-t nézzük, hogy valami jó quality-ű. Na, az például 500-ba kerül, 400, 100-as staff. Ott egy tier 1-es. Húha. Gyorsan be kell állítani a szűrést, hogy 400 mondjuk. És akkor úgy be se fogja dobni a tier 1-eset. 250. Na tessék. Egy 98-as 250. Add ide! Most add ide! Na, srácok, lett egy olyan staffunk, ami 98-as. És azt írja, hogy megrendte ezzel a 800-as item level, illetve a 802 is. Látjátok? És mivel a nyaklánc nem erre a tier szintre van, ezért ezeket is le kell cserélnem. Próbálok jó cuccokat keresni. Reflux. Tehát, hogy mindegyiken kell, hogy legyen kettes reflux. Ezeket mindjárt meg is nézzük, hogy tudunk-e olyat találni. Talán két dolgot tudtam eladni, két gyűrűt szemanz. Na, nyakláncból kell egy.
Nem tudom, hogy mennyire lehet szűrni. Ja, itt lehet be is beállítani tier 2-es szintet. Hát ez gond lesz. Nem tudom, hogy lehet-e szűrni. Igen, ezek az én cuccaim. Itt van. Itt van. 200-asat eladtam 200-ért. Vagy 1-ért, vagy 2-ért? Sale price 1-ért és 2-ért. Hihi. Látod? Szóval, hogy ennyiért lehet eladni a 100-as cuccokon. 1 és 2 aranyért, az nem sok. Szóval beírom, hogy reflux. Ide? Megnézhetjük. Reflux. Nem nyert. Fallen Abyss nyaklánc. Mi a különbség? Twisted Light nyaklánc. 9-20-9-20 igazából. Annyi a különbség, hogy más statok vannak? Nem. Nem tudom. Ja, mert az egyik ez Abyssal Dungeon-es, ez meg Chaos Dungeon-os. Aha. Akkor nekünk olyan kéne, ami Abyssal Dungeon-es, mert azon több esély van, hogy jó stat van. Fallen Abyss cuccokat kell keresnünk. És refluxosan. Jobb sarokban van egy plusz kereső, ott pontosabban meg tudod. Soldier! Hát te nagyon vágod itt a dolgokat. Köszi szépen. Köszönöm szépen. Ó, nagyon jó. Hát... Köszönöm. Még egyszer. Köszönöm, köszönöm. Ez nagyon sokat segített most. Contender. Broken Bone. Reflux. Ezek amúgy nem is drágák. Grudge. Reflux Adrenalin. Az adrenalin az kell nekünk. Reflux Short Seres. Ja. Így van. Az adrenalinos az jó lesz. Reflux adrenalin jöhet, mert csak azt kéne megnézni, hogy... Crit, swiftness. Crit és swiftness kell nekünk. Tehát akkor... Combat státusz, crit. Ez nagyon specifikus, specifikus. De még ilyet is talált, hát ez beszarás. Beszarás! Na jó. Legyünk kicsit pontosabbak? Jó. Hát akkor igazából engraving, adrenalin. Hát ez már nagyon specifikus. Szia Black Witch! Ja, végül is ez is jó nekünk. Ez is jó nekünk, 24-es, valószínűleg ennél jobbat nem fogunk találni. Adrenalin Reflux. Attack Power, Attack Speed Reduction. Jó, az 2-1-1-2. 900 biztos, nem akkor levesszük róla. Crit és Swiftness. Basszus. Jó. Akkor ez maradhat így. És akkor majd egyesével megnézzük. Na. Tehát Adrenalin Reflux az nagyon jó. 80 ér mit adnak? Domination Endurance. Swiftness? Na ott egy Swiftness-es. Specialization. Vagy nézzünk olyat, hogy csak a critet, aztán meg csak a izét? Jó. Tehát akkor crit és Swiftness. Crit. Na tessék, 60 ér van, crites és endurance-os. Agyad ide! Viszem, szia! 920-asat nem tudunk venni. Jó. Akkor ilyet nem tudunk venni, 920-asat. Akkor item levelbe kell specifikálni. Tier 2-es, azt mondja, jó. Akkor all tier, gondolom azt kell beállítani, hogy akkor all tier.
De akkor meg nem tudunk item levelt állítani, ez hogy van? Ja, hogy gondolom epikre kéne most keresnem. Aha. Hát ilyen meg nincsen. Hát ez hogy van? Akkor most mire keresek? Overall rank tier 2, de hát nekem tier 2 kell. Akkor nem fogom tudni ezeket lecserélni, amíg nem szerzek, nem tudom. Ezt most nem értem. Akkor most mire keresek? Milyen kiegészítőket kéne vennem? Olyat, ami eléri a 800, tehát amelyik 802-es, mondjuk? Na nézzük. Nem tudok szűrni, az hogy van? Nubaskodok? Valószínűleg nubaskodok. Fú, hogy nem lehet szűrni tényleg item level. Ja, mert hogy ezeknek nincsen item levelje. Á, értem. Itt egyébként is ez piros. Így van, pirosakat nem tudunk venni. Hoppá, az 250, mondjuk azzal nem... Igen, igen, az világos, hogy a 920-asokat meg tudom venni, hogyha meg lesz a 920-as item level, de addig mit vegyek? Epic? 1003, jó, hát akkor tier 2. 840. Jó, akkor rare kell nekünk. Ah, igen, ez kell. Valószínűleg ez kell. Epiket nem tudunk csak 840-nél venni. Mondjuk... pillanat. Lehet, hogy tudunk honingolni. Ebbe bele se gondoltam. Viszont egy csomó alapom. Ez ability stone-os. Be... 802, most vettem meg AH-ból a cuccokat. Nem tudom melyik a honingos. Gear honing, akkor ez az csak beljebb van. Na. Az előző tényleiből a 15-ös tier 2 első szintre fel tudom húzni. Ja, azt vágom, de azokat a cuccokat nem akarom összetörni. És tudom, hogy valószínűleg megérném. De nem akarom. Nyolc-negyvenig szerintem fel tudunk menni simán. És akkor meg tudom venni az epiket. Ez egy kicsit hosszú és unalmas folyamat lesz, de sajnos meg kell csinálni. Nem tudom, plusz 5-ig tudunk 100%-ig menni? Plusz 6-ig, okés. Köszi. Remélem, hogy lesz annyi alapom. A plusz 6-os tier 2 az mennyi item level? Valaki esetleg tudja. Cinnervélen játszok. Nem lehet egyszerre felhúzni 26-ra. Arararará, 9-20. Ne szívas, 9-20-ig fel tudok menni. Hogyha lesz minden alapom. Hát akkor megveszik rögtön azokat a cuccokat. Az nagyon zsír. Ugye megnézem amúgy mappó mit írt. Azt mondta mappó, hogy... Filirekből fel lehet menni 802-re. Oké, ezt írtam. Hát ja, a filirekben felmentünk, most már csak a jó statú itemeket kell az
Zemon megkeresni. Nem is kell a tökéletes majd tier 3-on kell, nem? Táncok. Meg valószínűleg azok milliárdokat fognak érni. Úgyhogy itt most az a lényeg tier 2-n, hogy kivekeljünk addig, hogy meglegyen a tier 3, ha minden igaz. Arararará. Amúgy nem tudom, figyeltétek-e? Most már nem olyan gagyin néz ki a karakterem, már sokkal menőbb, hogyha meg lesz ez a honing, akkor utána meg is tudom nektek mutatni. Ez a sok alapanyag egyébként szigetes küldizésből van. Nek nagyon örülök, hogy ezeket csináltam. Rá. Lehet, hogy nem tudunk 9-20-ig felmenni. Kérjük, hogy valami el fog fogyni. Még a kesztyűt fel kéne tudnunk húzni. Szerintem éppen meg lesz. 1002 az a 6 húzás. Akkor szerintem pont bele fogunk tudni. Ja, hát nem is tudom tovább húzni, mert ilyen Kaldar Fusion materiális kell. ba kerül. Tier 2 Legendary Accessory bent volt egy Tier 1-es zsűrű, de nem igazán éreztem a hatását. Nem volt olyan náhán, ami nekem kellett volna. Hát én most szerintem itt a kibekelésre játszok, nem fogok a tökéletes kiegészítő cuccra rámenni. Pár száz goldot hajlandó vagyok áldozni, nem? Amúgy a 9-20-at jól mondtátok. De is van írva, 9-20. Na nézzük. Most van a fegyver. Hú, de jó, hogy amúgy ezt megnéztem. És nem vettünk Epic meg Rare kiegészítőket. Horribilis árak van. Plusz 4-es. Kár, hogy nem lehet felhúzni úgy plusz 5-re, hogy nem kell ezeket az animációkat így végigvárni. Na, plusz 6. Szuper. Azt mondja, hogy achievement 1, mert hogy 100-szor honingoltunk, achievement még egy, mert meg lett a 840, aztán még egy, mert 885. És ahogy látom, ennyi. És most így megvan a 920-as item level. Úgyhogy nemrég még csak 600-asak voltunk. Most be kell menni és a marketbe veszünk kiegészítőket. Jó, 960 lesz majd a következő. Na. Aukciós ház, combat statból elég egy, engravingből pedig 2. Reflux és... Reflux és adrenalin, na nézzük. És... mondjuk legyen nyaklánc, illetve
Ír kettő. Petet meg tudom nyitni a marketet, mert látom van. Ja, igen, tényleg lehetne olyat csinálni. Köszi, ezt mindig elfelejtem. Haló? Ezt itt rosszul állítottam be? Lehet. Szóval crit. Reflux. Adrenalin. Úgy. Most már jó. Na itt egy 35-ös. 35-ér ilyen jót árulnak. Mondjuk egyes reflux van rajta, az gond. Igen, azt mondjuk be kéne állítani. Kettes reflux legalább legyen rajta. Ügy. Na ott van 60-ér. Kettes reflux, oké. Okay. Itt egy urán, az kicsit fos, de a miénk jó az. 60-ér. Nyaklánc már meg is van. Oké, okay. Akkor kell kettő fülbevaló és kettő gyűrű. Engraving, engraving. Reflux, adrenalin, csúcs. Tudom ajánlani ezt a Chaos Gate-et, amit kijelzett, szerintem 920-asra be tudsz menni. Ó, olyanokat még nem néztem egyáltalán eddig. Húha, 111, egy fülbevaló. És nekünk csak is kizárólag a Legendary kell. Na, ez gond. 111, 222. Ó. És egyes reflux. Ó. Na jó, akkor változtatnunk kell, mert ezek durva árak. Jó, akkor hát annyit csinálunk, hogy a kritet levegyük róla. Jó, egyet megveszünk. 222-ért egy ilyen, az szerintem jó. Drága. Mondjuk bide, el lehetne szórakozni a bideléssel. Jaj. Uhó, 920-as istok, 920-as az item levelem. Very big. Na, így jobb a helyzet? Hogy ne lenne, hoztarad, 30 járulnak. Kettes refluxút. Mondjuk csak egy endurance van rajta. Na várjál, ezeken csak egy stat van. De érdekes. Endurance specialization. Ja, mondjuk valószínűleg már fülbe való. Swiftness, az nekünk kell, hát. Így van. Swiftness kell. Adod ide 100-ért? Expertise. Specialization. Swiftness, 50-ért. Súgy, adod ide? Úgy. Jó, adjad ide. Aztán mi van még itt? 50-ért expertise. Swiftness eset vettem? Remélem Swiftness eset vettem. 173 swiftness. A kriteset nem nagyon árulnak, haló? Jó van, akkor jó lesz nekünk ez. Súgy. Aztán, remélem, hogy tudom majd mindkettőt használni, mert ciki lesz, hogyha nem. Engraving, engraving, reflux, adrenalin. Refluxon kettő legyen. Combat stat, crit. Úgy. Ah, hát ez amúgy várható volt. Ez várható volt. Jó, akkor nem kérünk rá kritet, hanem swiftness eset. Csúgy. Ej, ej. Jó, hát akkor add oda azt. Így van, add oda azt. Költsük itt a milliárdokat. Valószínűleg ennyi már kriteset is tudtam volna venni, semmi gond. Mindjárt nézem a csatát, srácok. Hogy rávilágítsátok, hogy milyen hülye vagyok. Na tessék. Na tessék! Hülye vagyok, mert nem tudom használni a fülbevalót. Azért nem tudjuk használni, mert két ugyanolyat nem lehet használni. Na tessék. Akkor ezt igazából el is lehetne adni, föl is lehetne tenni. GG. Meg kéne nézni. Ah, majd eladom máskor, ezt ide tesszük a kutyához.
Ezeket el kell adnom. Ezek jó cuccok. Csak én vagyok ostoba. Igazából akkor ezeket meg se kell itt nézni. Tehát ha ide nyomok. Nyer olvasom a csetet. Ezek még itt tier 1-es cuccok, tehát ezeket meg se kell néznem. Azért dobálom ilyen szorgalmasan. Mondjuk ezeket nem szedjük szét, mert ezek a tier 1-es cuccaim voltak. Jó. Na. Ugyanaz a neve, de van kettőféle gyűrű és főbevaló fixen. Okés. Na. Hát akkor még kell keresni egy fülbevalót és egy gyűrűt. Legendary. Fülbevaló. Mármint egy gyűrű. Quality. Ja, itt is quality-t is lehet állítani, hát ez rohadt jó. Engraving, reflux, adrenalin. Valamit ugye nem állíthatunk be, igen, hogy milyen stat legyen rajta, mondjuk... Nézzük meg a kritet. Ja, látom. Hát igen, ezt nem tudjuk megvenni. Igen, ilyen kellene. Ja, mert hogy Void meg Abyss Ring. Na, nekünk Abyss Ringünk van, tehát a Hunger Ring az például jöhet. Ja, csak ez tier 1-es. Hehe. Akkor... Na, most? Kvalitást is nézzünk kéne mondjuk. Miért van most ennyire? Flux, igen, 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 igen. 200. Void Ring, van egy Abyss Ringünk, akkor jöhet mellé a Void Ring 200-ért. Súgy. Elvileg nem néztük be a dolgokat. Aztán van egy Abyssunk, tehát akkor nézzük csak. Fülbevaló. Engraving, engraving, reflux, adrenal... Jaj, mert az nem kettes refluxú volt. Nem baj. Amíg egy nem kettes, addig nincs gond. Jó, és akkor itt meg kritre keresünk. Mi? Ilyet akarunk. A kapkodás. Void? Na. Abyss, Void, tökéletes. Megy egymás mellé. Jó, hát jól eljátszottuk itt a pénzünket. Na, Istenem. Most már jó. Most már jó. Most már very big. Ezt nem akarom kinyitni. Azt sem akarom kinyitni. Na. És azt ki akarom nyitni? Nem. Gyorsan elrakjuk a cuccokat, és akkor már olvasom is, hogy miket írogattok. Azt mondja! Na, lehagytalak, 960 vagyok, pár milla, meg egy hétvége farmás easy. Megcsináltam pár küldi sort, aztán végtelen honing cuccot kaptam. Nem overkill ennyire professzionálisan hozzáállni a tier 2-höz? De, pont azt mondtam, hogy valószínűleg ennyire komolyan nem kellene. Lehet, hogy egy kicsit túl toltam a tier 2-t. Sőt, valószínűleg nem csak, hogy lehet, hanem biztosan túltaltuk. A bugyit is például szétszedhetem. És azt is szét fogjuk szedni. Azt meg most még nem tudom, mit csináljak vele. Azt is oda betesszük. Hoppá, kaptam olyan akármit. Ide meg áttesszük a tier 1-es cuccaimat. Azt meg ugye ott majd el kell adni. Mármint az asztalat, ezeket értem. Jó. Megvan az item rendezés. Valószínűleg jó lenne, hogyha ezt beraknám amúgy a store-ban. Mielőtt még bezúznám.
Szóval annyira belefarmoltam honi materiálba, hogy elértem a tier 2-t, aztán egyből felrepültem 950-re. Nice! Nice, nice. Hát ez már csak így megy. Ez már csak így megy, istog. Sose legendás kártyapak kinyitás. És itt fárasztó volt kattingatni? Azt én is értem, hogy miért így csinálták meg, de biztos van rá magyarázat. Nagyon jó, végtelen a kártya. Ez az, duplikált, legyen duplikált. Még. Kártya, katalógus, tele van. Az se fér már be, nagyon jó. Sejtettem, hogy eljön majd ez a pillanat. Semmi gond. Kártya, katalógus. Nekem te ne. It's bigger. Szeretném megvenni a következőt is. Van pénz kártya katalógus bővítésre. 88 óránál jársz? Én... nem ezt a gombot kerestem. Shift F3, ezt kerestem, igen. 150. Tehát nagyobb. Istog, nekem nagyobb. Na, aki szeretné jönni Abyssal Dungeonre, aki szeretné velem elszuratni, nyugodtan jelentkezzen. Így nézünk most ki. Jó félem. De hát, ez a király. Én viszont a rostás levelem nagyobb. Hát, mert te tovább nyomtad a sztorit, gondolom. Nyányod a haját? Kapucniban nincs haj, sajnos. Nem Chaos Dungeon-ezni akarunk, hanem Abyssen. Én mennék, de már voltam és meg kell várni az egy hetet. Ja. Én nem akartam lenyomni sütörtökön meg pénteken, mert tudtam, hogy így legalább letolhatom a tier 2-eset. Nincs fegyver effekt? Ja, ez ilyen kis klasszikus. Hoppácska. Ja, igen, ide akarunk jönni. Na, mit kell tudnotok az Abyssal Dungeonről? Hát itt van mellettem megnyitva ez a Hall of Twisted Warlordos izé. Ja. Meg van nyitva. A másodiknál kell jobban figyelni, ahol interruptálni kell a boss, tehát én nyilván nem készültem úgy, úgyhogy majd a többiek lekeriznek, ilyet nem szabad csinálni. Illetve gyűjtögetni kell a kardokat, hogyha rajtam van éppen valami debuff. Köszönöm szépen. Ja, 27.000 HP-m lett? Ez komoly. Hát ezeket a damokat én még nem is láttam, srácok. Én ezeket a damokat nem is láttam még. Tényleg amúgy ezek megmaradtak? Plusz egyre fluxunk van, és az adrenalinból is van már együnk, tök jó. Hol nézem ezt? Max rollon, de majd bedobom a linkjét. De nem úgy használd, ahogy én, hogy csak így megnyitottam, azt elolvastam két sort, mert annak nem sok értelme van. Az adrenalin. Ha? Nekem majd jobban olvasni. Hogy az mit csinál. Ottkor 3-4 órát szívtunk, mert nem bírtuk megcsinálni azt. A dungeon-t nem jött össze valamire, Mechanika. Aha. Olyan nubok voltak a csapatodban. És tudom, mint én, igaz?
De hát, nézén. Na, most éppen valami van. Na, mit is írt erre a rúkatakra? Rook Bishop. Annihilation. Mit írt erre? Ezek a srácok vágják, mit kell csinálni? Jó van. Én nem tudtam elolvasni. Itt a Bishop. Mert a spoiler is tudom. Már kezdődik. Na. Na, tehát ezek a srácok nagyon nyomják, de... Vitelni akarnak? Jó, tőlem kiléphetünk. Azt mondja, hogy... Igen. Melyik képesség érdekel? Itt egy videó erről a Phantom Cross Dive-ról, de valószínűleg nem az, ami érdekel minket. Enrage-el, az Enrage-el támadás az nem érdekel. Void Crack, damage-eli a nearby enemy-ket, Cross Laser. Cross Lasert vágjuk, Random Laser. Random lézer nem érdekel, cross sphere. Hát ez lesz az, ami érdekes, ezt is láttuk. Igazából ezek a világító lila gömböcök, amik így négy irányba mennek. Orb explosion. Hát ilyet se láttunk. Cross dive, ez lesz az? Hát nem tudom. Nem hiszem, hogy ez az. Hát akkor nem tudom, hogy mit kell nézni. Ebben mondom, szóval tudja a fene, jól mondom, mert ilyenkor van egy szuper támadás a nagysávonak, úgy kell állni, hogy csak kicsit találja el. A nagyot kell megolni először, mert ha kicsit ölöd meg, akkor a nagy berzák lesz, és ő öl meg mindenkit. Oké. Okay. Na nézzük. Van egy paladinunk, egy deathblade-ünk és egy berserkerünk. Azt írja a Shaz First Time szívecske. Lality! Köszi a tippát is, tag. Látom amúgy, ha rajtad van a célkel, ezt a bossi mögé úgy, hogy a golem a bossit találjál. Aha. Köszi szépen, Tomzom. Tudod a mechanikát? Most jöttem csak, haló? Aloha? Ja, nem tudom a mechanikát. Én ilyen paraszt mód jöttem be, amit bánok is egyébként.
Bossit azt úgy is meg tudtuk ölni, hogy a nagy már halott volt, szóval abban nem vagyok biztos. Amúgy egyszerre kell megölni őket, végén különben rage kapom el. Ja, Enrage. Enrage van, igen. Néztem, hogy mindkettőjüknek külön támadás van erre. Au. Na most mi volt a gond? Most mi volt a gond, srácok? Mitől volt a vibe? Más kapta a lila kört és rossz helyen állt. Ja, nem úgy állt, hogy a bossit találja el? Aha. Hát ez gond. Ez gond. Rá kell állni a bossra? Vagy úgy állni, hogy őt találja el? Teljesen rá kell állni a bossra, vagy úgy állni, hogy amikor éppen csinálja ezt a cuccot, akkor a bossit találja el? Közel a bosshoz és mögötte, oké. Akkor nem álltam hozzá közel. Az biztos, hogy most nem álltam hozzá közel. Hoppácska. Azt a rohadt! Akin van az... A lila kör van alattad, menj a pálya szélére. Ja, hogyha csak... értem. Oké. Csak a célkereszttel kell odaállni, értem. Egyébként nem mindig rajta van a célkereszt. Az a helyzet, hogy én magamon láttam, sőt négy emberen láttam a célkeresztet. Úgyhogy az megzavart. Most is ott van rajta egy célkereszt. Célkereszt mindenkin van, de csak egy emberen nincsen aura. Ja.
Nem kapsz kört magad alá, tudod, hogy te vagy az. Oké. Okay. Én vagyok az. De most nem én vagyok az. Akkor most sikerült, igaz? Most jó volt. Most fullos volt nagyon, igaz, srácok? Jó. Következőnél mire kell figyelni nagyon, srácok? Azt olvastam, hogy kardokat kell szedni, hogyha van rajtunk ilyen kard debuff, és staggerölni kell nagyon. Ezen kívül van még valami, amire érdemes figyelni? Az én ez lesz, ott össze kell beszélni nagyon a csapattal. Újjúj. Újjúj. Az nem hangzik jól. Beszéljétek már a sorrendet, az első azonnal felveszi a kardot és stagarol. Reméljük, hogy van party leader arca a csapatban. Nekihez tartozni fog egy kard, és sorrendben szabad csak felvenni őket, és mindig csak azt tudja ütni, aki felvette. Uh-huh. Az jól hangzik. Az jól hangzik. És utána a következőnek figyelni kell a debuffra, amit kap, mana bár felett jelenik meg, akkor tűnik, amikor eltűnik, leveszi a kardot és staggal. Óha. Neki kap egy kardot, amit követ, ami követi őt, és ha valaki felveszi a kardot, ütheti a boss, mindenki máson egy debuff megjelenik a manát felett két másodszerezve. Ezután veheti fel a következő kardot, és így tovább. Ha valaki előbb üti a boss-t, vagy csak egyszerre veszitek fel a kardot, wipe. Tehát csak akkor szabad ütni, hogyha rajta van a kard. És hogyha debuff van, akkor nem. Lapjáraton beállnak az emberek négy jégtájba, hogy tudják ki az első, stb. Szóval kell egy sorrend, és kell egy jégtáj, merre indulsz el a karddal, meg hogy milyen irányba köröztök. Ez a srác nagyon izgága, azt mondja, először vagyok itt, de már egy
És villanásokkal jelzi, hogyha valaki más felvettél, és amikor eltűnt vala. Uff, de jó ég. Én felvettem 2 kardot, azt valamiért a csapattársam meghalt, nem értettem az összefüggést. Ó. Hát erre kíváncsi leszek. Valószínűleg az első pár try az úgyis vibe lesz. Bonyolultnak tűnik, de ha kirajzolódik, akkor végtelen egyszerű lesz. Ja. A következő abisz rosszabb lesz. Hát, hogy nem kellett volna ide bejönnöm. Az helyzet, nem nagyon szeretek úgy bejönni valahova, hogy így nem tudom a taxot. Nem mondom, csak nem lehet gond. Még mindig pedig hát ez az abisszel pont arról szól, hogy gond van, hogyha nem tudja az ember. Na. Tehát második boss. Igen. Phantom Legion King. Na. Addig, ameddig nem mennek be a srácok, addig nézem. Black King. Itt van egy kártya pattog, meg ilyenek. Bár ez lehet inkább egy karakterképesség. A Black King, ez biztos, hogy ez az. Ez a következő. Még nem látok semmiféle kardot. Szia, Reni! Érdemes bombát használni a bosszom? Na, hozunk akkor. Lehet, hogy nem is tudok. Azt mondja, elektrik gránát. Na. Ez a Black King lesz egyébként a következő, mert én most ezt látom, de itt nem látok semmiféle kardokat. Na, azt mondja, hogy... Phantom Legion King. Nem tudom, akkor miért ilyen Black King-et mutatott. Csak a spawn helyen tudsz váltani. Ja, akkor mindegy. Aha. Látom. Középre summoner, 4 kard. 4 kardot. Aha. Középre teleportál és jön a 4 kard. Azt nézzük csak még egyszer. Középre teleportál, de nem látunk még kardokat. Aha, szól az én, ahogy van illúziós kard. És látom a mana fölött a debuffot.
Ja, látom. Egy kard üldöz minket konkrétan. Egy kard üldöz minket konkrétan, és körbe kell menni. És ilyenkor gondolom... Jó, a kart fölvételt azt még nem annyira értem, hogy van. Ja, látom. Valaki felveszi a kardot, akkor tudja ütni, aha. És gondolom nem szabad egyszerre mind a négy kardot felvenni, ugye, srácok? Na. Oké. Kettőt se, aha. De ezt igazából egy ember is meg tudja csinálni, nem? Tehát, hogy elég egy embernek, nem kell mindenkinek felvenni a kardot, hanem mit tudom, én csak én veszem fel a kardot. Egyet felvesz, két másodpercig nem veszi fel a következő, és így tovább. Uff, oké, akkor lehet, hogy félreértettem. Én vagyok a negyedik. Jó. Jó. Még jó, hogy negyedik vagyok. A kardozás. Mi történt? Muszáj mindenkinek felvenni, mert nem tudja egy ember leütni időben. Nem ment bele a következő ember. Nem vette fel a második, aha. Ezért kell két másodpercenként felvenni. Nem tudom, ezek a sáncok mit beszéltek itt, de akkor valószínűleg... Én azt láttam, hogy az egyes volt ott amúgy középen. Az első két emberreteknek kb. 0 stagger skill-je van, ezért kéne a berserkenek felvenni, és akkor le tudnátok ütni majd. Ah, okés. Nekem nem is tudom, hogy milyen staggeröm van amúgy, BSK. Mármint, hogy tudom, hogy hol kell megnézni, de... Nyilván nem vagyok úgy öltözve, hogy staggerre menjek, pedig hát nyilván az kellene. Ez nem is fáj annyira, azt hittem, hogy jobban fáj. Van-e staggerös fáj a sorcinak? Szerintem kéne, hogy legyen, nem? Azt nem szabad.
Na mi volt a gond, srácok? Mithály, amúgy a Doomsday-en Mithály például. Mid. Ja, mid staggerjeim vannak, a Doomsday az Mithály például. Nem ment át a stagger, plusz már felváltad volna. Én vártam, hogy a harmadik menjen. A harmadik nem vette fel a kardot. Jobban kéne figyelni, hogy ki vett fel kardot, hogy mikor jössz. Néztem, a harmadik nem volt ott. Berzerkerünk nem volt a robbanásokat kell számolni. Na basszus. Oké. De most kell például staggerelni? Megdobtam. Vagy most is kell. Azt hiszem, most annyira nem lényeges. Hopp, elfogyott a manám. Na nézzük. Ja, látom. Látom. Már föl kellett volna bennem? Ne, akkor szarul számoltam a villanásokat. Látszik a Party Baron és a Sword debuffja, az a lényeg, hogy egyszerre két emberen nem lehet. Aztán meg aki felvette, izomból üsse a staggert. Szóval nekik is, hogy használjanak bombát staggernél, nem tudják leütni időben. Oké. Megpróbálok staggerelni. Elsőként. Verbine Granat OP staggerre. Megnézzük majd. Nem tudom, hogy van-e olyanom. Jó. Megnézzük akkor így. A kardot, amikor leszpónol, már föl is váltam, vagy várom kell egy villanást? Azonnal, oké. Okay. És utána, ha eltűnik a... Tehát nem tudom, meddig üthetem. Mondtátok, hogy addig, nagyjából két szekig üthetem, vagy valami ilyesmit mondtatok? Vagy azt félreértettem? Vagy az első akkor instant. Végig üthetem, oké. Most mi történt? Amit értem, hogy most tovább mentünk, de hogy sikerült? Nem használom el a Doomsday-t.
Na, lehet jön még egy ilyen. Vagy már nem lesz ilyen? De, lesz még egy ilyen. A granátot valamiért nem tudom használni, de lehet, hogy csak azért, mert nuboskodtam. Hát, hogy neked van staggeröd, a palának meg nincsen. Ja? Ja? Akkor jó. Akkor jó. Haló? Ez valószínűleg amúgy a boss izé miatt volt. Szia, Kizu! Hát nagyon szépen köszönöm, srácok, itt a helpet, meg a tippet. Legalább ezen az Abyssal Dungeon-on kiderült, hogy van stagger skill-em. Ez tetszett amúgy. Ez tetszett nagyon. Tetszett. Igen, egyébként nekem ezek a vibe mechanikák tetszenek, nagyon később egyre durvábbak lesznek, de ha mindenki tudja, mit kell csinálni, akkor egyik se nehéz. Hát valószínűleg mindegyik tryon, ami ilyen finderes, ott van olyan ember, aki olyan, mint én. Itt például kettő is volt. Én meg valaki más. Sőt, lehet, hogy hárman is olyanok voltak, akik nem tudták, hogy mit kell csinálni. Azt hazudtam, hogy megnézem hétvégén, de ezért... Nem foglalkoztam a Lost Ark-kal egyáltalán. De ez tetszett nagyon. Ez tetszett nagyon, ez nagyon király volt. Úgyhogy majd jöhet a következő. Tehát, akkor péntekre. Újúj. Péntekre fel kell készülni ezzel? Uhú. Hát, tegnap fél óráig mondtuk a 8 fősnek egy embernek, hogy mit kell csinálni, és nem értette meg. Amúgy ez 460-as. Tehát, hogy valószínűleg nekem már ez kellene, azért volt ilyen durva a damom. De már questelni is kell. Jó. Tehát, Hilde Brandt Palasz. Jó. És akkor guide videó mindenféleképpen péntekig. A pénteken ezt fogjuk nyomni. Nekem eddig nagyon jó tapasztalatom van. Az Abyss Dungeon téren nagyon fogékonyak voltak a társak a probléma megoldásra, és 3-4 vibe után gond nélkül leszokott menni minden. addig nem lehet egy szavam se a Gruffider-re se, amíg eddig két Abyss Dungeonre mentem, és mindkettőn olyan gyökér voltam, mint most, hogy nem készültem fel rám. Na. Köszi még egyszer, srácok, a helpet. Ezek a kavicsok törésre fognak menni. Hát végül is ezt eladhatjuk. Bár ez nem nagy szám. Igniter Endurance. Mondjuk az Igniternek meg fene se tudja, hogy mi kell. Ja, hát ez tier 1-es. Akkor igazából... Kár is néznem. Kár is ezt néznem. Ezzel mindet akkor bezúzhatnám. Talán, hogyha van egy 100-as. Ott egy 94-es. Egy 92-es. 97-es. Ott egy 100-as. Ja, nem tudom, mi kell az Igniternek. 84-es, mondjuk azt is meg lehet próbálni.
eladni. Van a játékban voice chat amúgy? Van, nem? Kár, hogy egyik kavics se jó. Spec és swiftness egyébként. Óha, akkor ez, ennek például nagyon fognak örülni. Bár tier 1-es még mindig úgy, hogy valószínűleg annyira nem. Engnévim vagy combat statra vagy kíváncsi? Combat statra. Köszi Bianske. Meg köszi Tobi neked is. Mindegy, pár goldé csak megveszik. Pár goldé csak megveszik, ezt is oda tesszük. Mondjuk az, ezek már tier 2-esek, ez meg 1-es, így van. Ja, arra kell majd figyelnem. Hát jó, de azért, na. Szerencsére türelmesek az emberek. Türelmesek az emberek itt, amennyire én észrevettem. Itt a Finderen. De azért... Itt van Verbine Granat. Ilyen nagy stegörű. De azért, na, illik felkészülni. Nincs ezzel semmi gond, én úgy mentem ezeknek neki, hogy megnéztem egy 5-10 perces guide-ot, kell párt rá, hogy mindenki hozzászokjon, aztán menni fog, csak türelm kell. Ezek nem olyan dolgok, aminél elvárt, hogy elsőre lemenjen. Hát igen, csak nyilván tier 1-en, tier 2-nél még szokni kell ezeket a dolgokat. Abyss Hell Dungeon-nél mondjuk már itt a tier 2-nél is vannak bajok. De tier 3-nál meg szerintem esélytelen, sőt nem is tudom, hogy mennek-e ott ilyen finderesek. Ahhoz képest elég nyugodt volt a team. Ja, próbálták feladni. De amúgy igen, nem lépett ki semmi. Mennek? Na, tök jó. Ezt jó hallani, hogy nyomják ezeket a finderesseket is. Tier 3-mal. Hát ezeket még nem tudom lemenni, úgyhogy rohendeleset nyomunk. Az a helyzet, hogy talán nincs is értelme ezt lemenni. Nem. Le kell, hogy nyomjam a jólnosat, mert nem fog... Tehát, hogy minek nyomjam le a tier 1-eset, amikor innen nem is kapok semmit. Tehát, mivel tier 2 vagyok, a rohendeleset kár lemennem, nem? Tehát, hogy mit csináljak azokkal. Igaz, srácok? Több értelme van, hogyha elmegyek küldizni. Ez hol van? Ja, ezek azok a küldik, amiket kell csinálnom. És az az átjáró pedig ott van. Ja, ezt most felesleges megcsinálnom. Mert a tier 1-es matikkal nem tudok semmit se csinálni, úgyhogy küldizés. Küldizése, meg majd feloldjuk a Chaos Dungeon-t. Több értelme van, hogy töltődik az a kis csík ott fölötte, mint hogy most lenyomjam. Tier 2-es első két Abyss gyerekjáték ezekhez képest. Ja, értem. Hát igen, azért a Tier 3-nál gondolom komolyabb mechanikák vannak. Én úgy tudom, hogy az Igniter Sorceress-nek 70% spec, 30% crit, Reflux Sorcinak 70% crit, 30% swift. Igen, crit és swift kell neki. De hogy a 70-et én például hogy fogom összehozni, hát valószínűleg nem tier 2-es gírben. Nincsenek komolyabb mechanikák? Hát nem baj, akkor is szerintem, mert tier 3-nál be kell, hogy nőjön annyira a fejünk lágya, hogy felkészüljünk, felkészülve menjünk be. This sort of thing never happened before. Ilyen raid még amúgy nincs a játékban? Na kell nekünk gyorsan egy papunika.
a bónéka. Legion az még nincs, csak lesz, aha. Jó. Pillanat, srácok, csak nézni akarom. A mokokot. De jó, hogy mindent máshogy hívnak. Black Anvil Mine, amit így úgy hívnak, hogy... Mines of Fire. Igazából a Legion Raid-del kezdődik majd az endgame eleje. Hát valószínűleg az lesz az a content, amit így megnézek, de már játszani nem fogok. Ja, amúgy akartam nektek mondani, hogy meg lett 21-es a loggingom. Meg 15-ös a foraging, meg 13-as a miningom, úgyhogy azok szépen haladnak. Nagyon szeretek gyűjtögetni. Jaj, az engem is zavart, hogy más a nevük, például a Hidden Story-nak is. Igen? Okokóra küldjek linket, hogy én hol szoktam nézni? Ja, tudom, van sok oldal, a Papunikát azt így megszoktam. Renki. De tudom, hogy vannak más oldalak. Max Rollon ugyanaz? Ó. Oh. Na majd azt megnézem. Eddig még csak a Papunikát használtam. Basszus, most hogy mondjátok a Strongholdot, én nem is néztem. Így délután nem is néztem. Gyorsan átugrunk. Hú, mondjuk tényleg annyi teendő van a játékban, hogy Strongholddal annyit foglalkoztam, hogy kb. Mindig csinálok valami researchot, meg elküldöm valahol az embereket, és ennyi a többi dolog, amíg egyáltalán nem foglalkoztam. Ja, hát Alton meg még nincs is, igen. 15-re kell felhúzni a... Ez nagyon jó. Ezek már itt sok goldba kerülnek. XP-t is adnak. Jó lesz ez a hármas, az egy órás móka. Adjad az XP-t, 576. Tyűha, hát ez mondhatni semmi. Akkor a dispatch adja majd az XP-t? Igen, dispatch jól adja az XP-t. Hát, mit tudom én. Az helyzet... Legyen 12 óra. Hát szerintem nem fogok ránézni. Előtte. Jó, és akkor amúgy szerintem itt a Strongholdnál még egy csomó mindent lehetne csinálni, amivel én egyáltalán nem foglalkoztam. 14-es lett a Strongholdom. Találkoztam egyébként, nem tudom, fent vagytok-e a Discord szerveren és ott a Lost Ark szobában, de hogy találtam ilyen doksit, meg Hirx is mutatott, hogy van ilyen szigetet, tudtok pipálgatni, hogy mi az, amit megcsináltatok, meg mi az, ami nem. És akkor tudjátok trackálni, hogy melyik szigeten, igazából meg is mutatom nektek, mert nem kerül semmibe, és akkor talán jobban felkelti majd az érdeklődéseteket. Csinálok egy ilyet, akkor talán meg tudom mutatni nektek a dolgokat, így van. Ez az egyik. A másik pedig ez. Így van, ez lesz a másik. Na, mindjárt mutatom nektek. Tehát az első link, amit beküldtem ide, az azt, ott azt tudjátok trackálni, hogy mit vannak a szigetek, és hogy melyik sziget milyen tíres, meg milyen item levele való, megvan-e a hozzátartozó szól, illetve a mokokó. Itt vannak jegyzetek is hozzá, hogy mit tudom én, melyik szigeten mire kell figyelni, hogyan tudod a hidden arát felfedni, bla 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 bla, és akkor itt tudjátok ezeket trackelni.
Azt kell csinálni egyébként, hogy saját magatoknak lemásoljátok Google-ra, Drive-ba, és akkor lesz egy saját verzi, saját változatotok ebből, és akkor azt tudjátok így trackkelni a dolgokat. 101 sziget van, vagy 100, nem, 99 sziget van. Ez az egyik. A második pedig, hogy déli és weekly küldetések. Ezt nem vágom, hogy micsoda, de ilyen is van. Ezt is mindjárt belinkelem nektek. Biztos ez amúgy így hasznos. Jelenleg nem tudom, hogy ez most így jó-e nekem vagy sem. Na, ennek a linkjét is bedobom a chatre. Tessék. Stronghold akkor nagyon jó, hogyha valaki altozni akar. Ó. Oh. Meg ha valaki be akarja rendezni a saját kis szigetén. Hát a weekly az az altjé. Ja, az az, amit nem csinálok. Így van. Az az, amit nem csinálok, ahogy a délit se csinálom. Igen, ezek azok. Ennek kell, hogy legyen egy ritmusa a játékban. Hogy mikor mit csinálsz, és... Érted? Tehát, hogy így... Mikor mivel kezdesz? Nem maradjon ki semmi sem. Jelenleg még nincs meg ez a ritmus. A WoW-ba megvolt. Ott tudtam, hogy mikor mit kell csinálni, vagy mit akarok csinálni, hogy jól haladjak. Most ez itt nincs meg. Ez itt abszolút nincs meg. Annyi megvan. Annyi megvan, srácok, hogy Stronghold, Suty, Research, meg Dispatch. És ennyi. Én azzal kezdek, vagy levezetőnek azzal fejezem be a daily, weekly, stronghold guild, aha. Hát igen. Ja, ennek kell, hogy legyen ilyen ritmusa. Na. Itt például van egy... Aha. Itt van. Ez most nyitva van? Valaki eljátszotta? Na, most kell eljátszani a nótát. Forest Minute. Úgyhogy ja, tudom, hogy kell csinálni ezeket a déliket, meg ezeket a weekly-ket, csak még nem állt be. Pa-pa-pa-ra-ra. Beürülök nagyon annak, hogy meglett a 920-as gír. És 42-es roster level is meglett közben. Good. You did a good job with the cleanup. Hogy vagy 920-val, még le se toltad Jort? Megvetted a gírt? Aha, megvettem. Hát, az a helyzet, hogy... Túl sokat áldoztam egyébként a gírre, pedig pontosan tudtam, hogy a tier 2-re nem érdemes ennyit áldozni. Nagyjából egy... 1000 goldot. Szia, Bone Spirit. Majd később szívóan fogom, hogy milyen hülyeséget csináltam. Ja, nem pontosan tudtam, hogy Tier 2-re nem szabad sokat áldozni, hanem csak ki kell backelni a Tier 3-ig. De... Nem bírtam magammal.
Ez még rosszabb, mint hogyha valaki tudatlanul költött volna rengeteg goldot a Tier 2-re. Szerintem a játékban az 1000 gold az apró pénz. Nem tudom. Az helyzet, hogy még nem tanultam meg értékelni a goldnak a fontosságát. Úgyhogy jelenleg azért voltam ilyen bátor. Vannak engraving könyvek, amiknek darabja 30-40 ezer. Ne engravinget, könnyebb szerezni, mint gírt, nem? Azt nem értem, hogy a francba szedtek 5 meg 10 k goldot, hát 50 gold a max, amit látok egy küldetésben. Hát ott van például a weekly meg a déli, amit így mondtatok. Sőt, van izé, tehát ott ilyen... Minél több karaktered van, annál több goldot tudsz kivenni a játékból. Ugye? Vagy nem is tudom, az pont, hogy account limites? Nem tudom. Az helyzet, hogy ezeket így... Már nagy okosok már tudják, de... Én nem tartok még ott. A legendary könyveknek még nincs beállva az ára. Hát igen, mert a többi Abyss Dungeon több mati szerzés, a többi a több karakter. Aha. Hú, hova is tettem azt a... cuccot, hogy hogyan kell altozni? Mindjárt megnézem. És akkor mindjárt okosnak fogok tűnni. Na, mindjárt megkeresem. Akarok mondani nektek okos dolgokat. Ez egy redites... Igen, ez az. Ezt még a... Majdnem 3 hete láttam. Ott van, hogy hogyan lehet goldot szerezni sokat. Abyss Dungeon... hetente. Abyss Dungeon, Abyss Raid, Legion Raid, ugye... Challenge Guardians... Challenge Abyss... és 6 karakterrel tudod szedni a goldot. Nem tudom, hogy ez még mennyire áll ez a dolog. Hát mivel mondtátok, hogy Legion Raid nincs, lehet, hogy ez csak ilyen orosz meg koreai szerverről valami tippek, trükkök. Fjordson floated away with the lava. The Lost Fjörgin. Ott van, hogy miket kell csinálni naponta, meg hetente. Hogy maximalizáld a profitot. Az helyzet 3 hete nem jelentett semmit, és most se jelent sokkal többet. Hogy ez a... Itt van BSK. Grind Till Dawn. Az igen, micsoda server röpsza van BSK-nak. És kette is a Cinner vélem vagy hoppáska.
Ó, mert meg lehet a küldi. Ha esik map T2-ben, ami nagy szintű, akkor az is hozhat sok pénzt. A map az az ilyen kis tekercs? Ezek azok? Ez milyen karakter, amivel te vagy BSK-n? Káosz kérdben. Azt mondja, hogy itt meg kell találni valakit. Hú, ez a... ezé... Gunner, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják ezt. Gunslinger. Ennek van a háromfajta puskája. Nice. Nézem már rögtön, én trédelget itt. Köszönöm szépen, BSK, az 1900 goldot. Nézd meg, betámadott. Lávacsánk. Azt hiszem erre kell találni. Hát igen, néha fogod is látni chatbe, hogy vesznek parti helyet a mapokra. Aha. Mert ez a partis cucc, ez olyan, hogy egy embernek kell. Köszi BSK. Akkor az nem olyan, mint a Platinum Field, hogy mindenkinek kell belépő. Nagyon mázistának érzem magam a Platinum Field-el kapcsolatban. Can't believe my eyes. Fjordin! Hogy minden sarkon esik egy. Did you forget? The fervent workshop is here. Burning. Will I be able to do it? Gyorsan végig kell rásolni ezen a küldén. Ezen a részen itt, hogy meglegyen a Jorn, és akkor tudjunk menni nagyobb Chaos Dungeon-t. Ha, látom, ilyen káosz gétekre kéne menni, amit itt jelez a játék. Ebből a káosz gétből végtelen mennyiséget lehet megcsinálni, vagy ez micsoda, mert még sose voltam ilyenem. Nem, mint egy hidden dungeon, amit questelés során is kaptál, aha. Napi rossz tervezetes. Oh. Tehát akkor azt is például csinálni kell. Gyere vissza! Túl sok információ. Közben nem is néztem a mokokókat. Jó, szerencsére itt nincs. The primal fire is completely extinguished. But don't worry. It can be reignited. First, let's examine the state of the first mine. Érdemes Chaos Gate, Field Boss, illetve Ghost Ship eventeket csinálni. Hát Field Boss-szal például egyáltalán nem találkoztam, pedig közületek sokan meséltetek, hogy ezért legalább egyel, ha nem kettővel. Szépen stílusosan mindegyikben lapátoltunk egyet. És ahogy látom, még kell. Szerettem volna megvenni a 30 napos aurát, de ugye már a 400 forint lett az ára. Ja. Ki kell farmolni, Remi. Nem is tudom, mennyibe kerül amúgy. Sok. 420-ba. Én tudnék venni még egyet. Hát vannak olyan napok, mikor óránként spawnolnak a fieldbossok. Hát igazából csak figyelni kell a chatet, nem? Figyelni kell a chatet.
Aztán ott úgy is írják, hogy mi hol van. Ja, ott a field bossokat jelzi itt fölül. Lehetne trackálni. Ja, szóval, hogyha van ebből 4-20-ad, akkor tudsz venni, vagy nem tudom mennyit néztem az előbb, René, és akkor abból meg lehet a 30 napos aura. Meg ott van egy kompassz is, a minimapot alatt, ott is meg tudod nézni. Erre gondolsz? Na hát itt nem tudom, hogy hol kell egyáltalán keresni. Chaos Gate-et kell keresni, gondolom én. Ja, Chaos Gate-et. De hogy például az a Field Boss... A harmadik. Te jó ég! Na, ez az a gomb, amire még sose nyomtam rá. Ahogy egyre jobban nyílik meg a játék, annál inkább megy el tőle a kedvem, mert túl sok minden. Túl sok minden olyan repetitív dolog, ami egyre inkább az MMO-ra jellemző, amit szeretek egyébként. De nem annyira, hogy grindfesté változtassam az élményt. Amivel egyébként nincsen gond, hogy grind vesz, mert hát nyilván mindig kell a múl végére az lesz. Elfogyott a bám. Mire maradt el-e? Meg lett, képzeld istog. Annyit változtattunk, hogy én lettem az első, aki felvette a kardot, és én jobban tudtam staggerolni, mint a paladin. És gondoltam, elmegyünk Chaos Gate-ezni is, de megláttam, hogy csak tier 1-esre tudok menni, szóval inkább nyomom a küldetést, hogy talán még beleférjen egy tier 2-es Chaos Dungeon. Chaos Dungeon-t akartam mondani, nem gétet, hogyha esetleg hülyeséget mondtam. Igen, az lesz ennek is a sorsa, mert én sem olyan nagy kedve jelentkezek be. Az a helyzet, hogy... hogy mondjam... Engem jelenleg hajt az, hogy újdonságokat nézzek meg. És... így nem olyan zavaró az, hogy... úgymond grindolni kell, mert jelenleg még tudom csinálni a főküldetést, tudok csinálni szigeteket, nem tudom mi lesz akkor, hogyha meg lesz például mind a 7 árk, hogy utána mit fogok tudni csinálni, meg hogyha minden sziget meg lesz, gyanítom, hogy addigra már tier 3-as cuccokba fogok rohangjálni, meg akarom nézni azokat a dungeonokat, meg azokat a dolgokat a játékban, amik így benne vannak. Tudom, hogy nagyon sok mindent meg lehet nézni, de amikor már csak a pár, tehát egy napom eltelik úgy, hogy a 920-as item levelemből 923 legyen, ezen erőlködök, akkor... Ott már valószínűleg nem a... ott nekem ott fog véget érni az a progresszelős dolog, és akkor megnézem, hogy még mik vannak a játékban. 7 árkra várni kell? Akkor most 6-ot lehet szerezni, vagy mennyit? Az utána levőt nem is próbáltad? Heti egyet lehet menni csak is, tudom, nem? Heti egyet lehet csak menni, és... én most le is nyomtam ezzel. Hatot lehet, aha. Mindegyikből egyet lehet? Nem. Hetente csak egyet lehet. Én azért nem nyomtam le az előző a Beast Dungeon-t, mert... mindegyikből egyet lehet. Komolyan. Heti egyszer egyszer.
Na, ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy egyet lehet lenyomni. Basszus. Direkt nem akartam lenyomni az első Abyssal Dungeon-ekből az utolsót. D2 vége a szenvedős volt nekem, vagyis még az. Egy upgrade hiányzik, de a délik kimaradtak csak nekem. Micsoda? De a délik maradtak csak nekem, amit szélesen csinálok, és ahonnan jön az upgrade materiál, hát az S kiégetne még hamarabb. Aha. Hát igen, amikor tier 1-ről 2-re, tier 2-ről 3-ra az utolsó item levelek azok ilyen szivatósak. Ott érződik az, hogy grindolni kell. Heti egyszer lehet végre nyomni mindegyiket. És van értelme? Mármint akkor, hogyha már mindegyik megvan. Van értelme többet nyomni? A gold, aha. Seriously, are you drunk already? Time to get to work. Hát a tier 1-esnek például nem sok. És a tier 2-esnek miért van több értelme? Sok volt a pia. Ja, tehát akkor úgy érdemes csinálni, hogy a szintemnek megfelelőt. Ja, értem. Tehát, hogyha a tier 3-as vagyok, akkor 2-es meg 1-es például ne is nagyon nyomjak. Ja, meg még büntetés is van azokon, de... Ez csak azért, hogy ha fölveszed a tier 1-es gíredet, akkor nincsen büntetés. Én úgy tudom, hogyha elvileg bejön az Argos, akkor már egy success 3 pluszt fog adni, könnyebb lesz az item level. Komolyan. Kevesebbet kapsz. Hát én a hétvégén eljutottam a level 42-ig, és Mokko Village-ig haladok, mint a vélem. Ó, hát még nagyon az elején vagy Samanz. De élvezd ki! Élvezd ki, hogy még keveset tudsz a játékon. Na, a kraftolatok gírekről tudtál, vagy nem? Pont ott a honingozós mellett van a kraftoló, de azt nem foglalkoztam még vele is, tudom. Tehát, hogy nem tudom, milyen a kraftolás. Én nem tudom, én nem tudom, hogy van ez a plusz hármazás, szóval nem vágom, hogy milyen a kiegészítővel. Vagy kiegészítővel? Az új contenttel. Például, amit én is csinálok, hogy látom mindenkinek a képességet, ezt is például el kell engedni, de annyira jó nézegetni, hogy más miket kasztol, miket nyom. Amúgy elég szépen kritelünk. Megérte ilyen cuccokat venni. Mármint, hogy nem, de legalább jól néz ki. Szép nagy számok vannak a képernyőn. Amúgy más is olyan szerencsés, mint én, hogy 25%-on 5-ször beadta a negatív hatást a kőnél. Wow. Az új klasszokat várom, a Destroyer jól nézett ki. Nem néztem még meg azokat. Ez a
Én csak azt sajnálom, hogy nem tudtam summoner kezdeni, mint a bétába. Nem is kell, nem várja el a játék, hogy siess igazából. Summoner nem rework alatt van, csak később visszahozzánk. Nem tudom, hogy mikor jön majd az. De valószínűleg nem fog érinteni, mert most már, hogy itt van ez a short cím, csak akkor érintett a Summoner visszahozás, hogyha még jobban megfog a Lost Stark. Hát ez nyilván érteni kell jobban a játékhoz, úgyhogy kevesebb időbe kerüljön az, ami most sokkal több időbe kerül, hogy jól csináljam a napikat, a weekly-vel foglalkozzak, hogy jól beosszam a Lost Ark-os időmet például. Ó, oh, köszi szépen, ezt nem tudtam, Szemans. Legismertebb, legmagasabb team. Teljesen felesleges endgame, míg az endgame, míg az a tier 3, igaz? Mármint a jelenleg. Take care of these drunks for me, will you? I'll check the ventilation ducts. Így van. Akkor teljesen jól mértem fel a helyzetet, igaz, hogy nem úgy cselekedtem. De jól mértem fel a helyzetet az, hogy csak ki kell backelni tier 3-ig gagyi, teszkos cuccokkal, és akkor jók vagyunk. Nem kell 500 altkali tolni, és nem fogsz kiégni. Hát, először meg kell érteni, hogy mik vannak a játékban, és milyen lehetőségek vannak. Addig egyáltalán nem is akarok altba belekezdeni. Én nem vesztem semmit, mert tud csak téket van lesz, hogy is. Ja, az Abyssen. A fegyverem az olyan, hogy 98-as. Mondom, szerintem az 1000 az még sokat, tehát hogy még keveset is mondtam, szerintem 1500 goldot biztoságot. Viszont a karakternek van egy durva támadása jelenleg, megnyalkult és instant hal a környék NPC-je. Hát a sorcinál igazából a 8 gombból 4 legalább ilyen. Szemans. Az a durva a sorciban. Hát figyelj, de Janu, hogyha belefér időbe, azt, amilyen kis asztala van ennek a berzertnek, akkor biztos megéri csinálni. This child is mine. I will not forgive anyone who gets in my way. Lality!
Nekem a harmadik altom kéne felhúzni tier 3-ba. Igaz, az 5 percet sejlőm. Ja, hát igen, hogyha altozol, akkor valószínűleg nem megérős dolog. Egy karakternél talán még belefér BSK. Na, Istog, neked hanyadik altod van tier 3-ba? Az itt a kérdés. A fegyverem mindenképp megéri, mert a százalékos bónusz damage. Így van, azt jól tudod amúgy. Majd új klasszán elgondolkodok, hogy legyen-e altom vagy sem. Hát figyelj. Azt mondom, talán addig felesleges is az altokkal foglalkozni, amíg nem teljesen érted a játékot, hogy miket lehet benne csinálni, mint például, ahogy én se értem. Adott egy pofont. Túl sokszor mondta, hogy a gyerekem. Igen, most például érzem azt, hogy jó lenne kikapcsolni másoknak a képességeit, hogy így lássam, hogy mit csinál a boss. Így van. Lehet, nem kéne az arcába állni. Itt egy kard. Szétültem már ezt a kardot. Jézus! Elnyomtam a képességem, azt amúgy nem is tudtam oda teleportálni. Au. Hát itt sokkal több kard van. Ezret kapott. Most nagyon kapja. Mire elkasztolom ezt a... addigra már meg is halmi. Ha, ott van most középpen. Wow. Ez a fight amúgy tök király volt. Látványos volt. Az a baj, jobban megéri időben pénzt költeni játékra, mint kifarmolni ingyen. Hát, ha nem akarsz kiégni a játékból, a legtöbb ember kiég az iszonyatosan sok grindba, akkor ja. Hol kell kikapcsolni másoknak a izét? Ahol BSK mondta. Ugye elmutattam úgy milyen. Na hát most már a harmadik embernél van a kard.
van. Azt mondja, settings. És itt van. Itt van. Hát, hogyha élvezett BSK, akkor nyilván megérős a dolog. Ha nem érzed azt, hogy kéksz. Mondjuk nehéz kiégni, hogyha még csak izé egy hónapja van kint a játék. Ennél a pontnál voltam, úgyhogy hány karaktert kell még megválnom, aki én akart. Szerintem ő lesz az utolsó. Velcruz must be heading for the Ark of Arrogance. 20,000 gold 4 óra alatt? Az elég király amúgy. Három karakterrel. Mármint, hogy gőzöm sincs, hogy amúgy az sok-e vagy kevés, de így számügyileg soknak tűnik. Ahhoz képest, hogy nekem 2000-en volt, és elköltöttem egy ezrest, úgymond. Mondjuk lehetne használni a raptort. Van mokopó? Nincs. Csak a tojásokat kell szétütni. Hát ez nem is volt vészes. Eladom az összes tier 3-as matit, ami eladható. Mivel egyelőre még túl vannak árazva. És úgyis még készen fogsz állni az új contentre. A Legion Raid-re. Hogy ezeket eladod? Ohán? eBay-en. És kell eBay-en árulja a matika. This is bad. Is anyone here? Persze vannak matika, amik nem maradhatók, azokból meg húzom. Ja, hogy ezekre izére gondolsz, hogy boundos, meg trédelhető? Ja, valószínűleg erre gondolsz. Hogy a boundosból húzod a karakteredet, a trédelhetőt megeladod. Aha. Azt írták, hogy még egyszerűbb lesz a fejlődés az új contenttel? Hát akkor istog. Addig mehet más játék. És akkor nem is kell Lost Ark-ozni. Közben tovább mentünk. Ja. És még egyet kell. Akkor hogy szedem meg ma a tier 3-matikból? Hát, ugye? Ugye, ugye? Hát nagynak tűnik amúgy ez a rész. Nem akarok gírt javítani? Az csak a farmolós gírem. Mármint, hogy az csak a... Hogy hívják, ami rosszul van? A trade skill-ek. A trade skill-ek. A favágós... tehát a... Mi az? Baltám, ami rosszul állt. Megjavítom én nektek. Zavaró a szemnek. Ó, hát így nem fogjuk megnézni, hogy hogy néz ki ez az elemé. Haha.
Ilyen is van, de jó, nem akarok. Nem akarom ezt a life skill dolgokat. Ebből lehet craftolni a gránátokat, meg ezeket a cuccokat. Meg csinálni a dolgokat a Strongholdba például. Én például kiváltképp élvezem ezeket a gyűjtögetéseket. Jó, tudom, még a Hunting, Fishing, Excavation cuccot azt még nem próbáltam. De az első hármat azt nagyon élvezem. Mert lehet közben sorozatot nézni meg. Meg minden mást, és legalább megy le az a life-os energy-m. Mennyi olyan World Tree levelem van? Igen, megnézzük. Azt tudom, hogy a farmolással jönnek ezek a levelek. 9. Úgyhogy lehetne már ilyenem. 5 darab. Nem mindig csinálom. Főleg azért nem csináltam mindig, mert nem tudtam bejutni a szerverre, de most már nagyon jó a helyzet. Mindjárt mondom, hogy minek örültem nagyon. Azt mondja, vasárnap este 8:30-kor nem volt sor a Cinnervélen. Ennek nagyon örültem. Erre kibannolták a sok mapról, Bruiser, ők mit csináltak? This is. Hey, His Majesty would never allow that. Ja, akik bent tartották magukat a izébe, a szerveren, úgyhogy nem voltak játékba valójában. Amit hogy nem játszottak? Aha. Pedig amúgy semmiben nem kerül. Semmiben nem kerül, itt tudom én, 20-30 percenként, nem tudom, hogy mennyire engedékeny a játék. Egy-kettőt klikkelni, hogyha tényleg annyira fontos, hogy bent legyél a játékban. Amikor aludtak, akkor is ezt csinálták? Igen, és amikor figyelmeztet a játék, akkor még nem is dob ki, tehát, hogy utána még van 10 percet, vagy negyed órát bent maradni, valahogy így. Ez a durva, hogy a 24 órás csúcs még mindig 900 000. Ja, csak abban nincs benne az, hogy izé. Most abban mennyi is van bent a szerveren. Nézem, hogy itt valami Song of Resonance van. Szóval durva, hogy nem változott egyébként az online player szám, és mégis sokkal könnyebb bejutni a szerverekre. Pedig azt mondták, hogy nem tudják bővíteni a szerókat. Jó, én nem látok itt Mogokót. Valószínűleg amúgy nem is itt van. Akkor ennek a Song of Resonance-nak most semmi értelme nem volt. Tippelnem kell. De itt a Mogokó. Valóban. Pont mire írtad is, tagit felpoppolt. Konkrétan vak, igen.
Nem tudom, azt írták egyébként, hogy a makro abusereket, meg nem is tudom még kiket. Azt hiszem ez a legfrissebb cikk, hogy, vagy mi fórum poszt, hogy kiket bannoltak. Mindig akkor néztél máshova, amikor ott voltál. Hát persze, mert hát ha írod a cseten is, tök, hogy hol van. Ezek a lények menőn néznek ki. Mehetünk tovább. Hát szerintem Jord most nem lesz meg. Gold isn't the only thing in this gold mine. Például, hogyha azt tudom, hogy most össze tudom szedni a 920-as item levelet, akkor biztos nem nyomok le reggel egy Chaos Dungeon. Tök jól néz ki. Ennyi ez a terület ebből a szempontból. Hát, ha már azokat is kibannolják például, akik itt goldot árulnak a chatem. Mármint úgy, hogy illegális formába, real money-ér, már azzal is például előrébb vagyunk. Lehet, hogy amúgy azokat is bannolták, nem tudom, nem olvastam olyan figyelmesen ezt a bejegyzést. Itt van Mokuku. Na. Na, ezt sose értettem, hogyha benne van egy dobozban Mokuku, akkor azzal mit kell csinálni? Ezt nyilván itt hagyom, de... Hát, ti tudjátok erre a választ, hogy mit lehet csinálni a dobozban zárt Mokukóval. Mert szétütni nem tudtam. Oh, you're here, my Umarnium. Gosh, that crazy fool and his bombs. A Puki Islandet amúgy kikapcsolom. Hát még tudom, hogy lehetne csinálni, de... Most nem érdekel. Még nem találkoztál? Nem találkozhatok ilyenekkel? Ahol biztos vannak köztetek Mokuku expertek. What did I tell you? 50% adventure kell, és kapsz zenét. Tehát zenével lehet azt a izét kinyitni. Valamelyik terület adventure-ével kapjuk meg. Oké. Okay. Volt szeneket, kb. Hetente kéne bannolni, mert tegnap már megint mindenhol csak azt láttam, azt akkor talán megunják és nem fogja megjelenek. Az a helyzet, hogy nyilván ezt nehéz rekkelni. Azt mondja, 300 vízdomnál engednek itt be. 140-at. Én számomra ez a gyűjtögetés, ez endgame, mert például olyan van, hogy 30-as bányászás kell ahhoz, hogy oda tud menni a Mokukóhoz. Hát igen, de az már akkor van istok, hogyha... Ha már olyan területen vagy, hogyha együtt nyomod a... A gyűjtögetést a fejlődéssel, akkor nincs ilyen gond szerintem. Ha megvan úgymond a balansz, ha nincsen, akkor nyilván túl szintezed magad, meg más területre mész már át. De amúgy, igen, vannak simán így is olyan területek, ahova nem tudsz menni. Lajtú.
Küldi, miért mentél oda? Aha. Hát endgame-ben legalább mindent meg tudsz csinálni. Nagyjából mindent. Damn it, the demons. This is what I'm sure now. Ja, meg zenekál hozzá, de akkor ahhoz már izé szigetes küldit is kell csinálni. Kukac bőr. Kukac? Nem, azok a kukacok. Van olyan, hogy az egyiket ki kell gyűjteni, hogy kapja a másikhoz gyűjtögetlenül. Biztos is tag. Mokokóbbal kapsz Masterpiece-t. Mit tud az a Masterpiece? Csinál nekem reggel teát is tag. Nézem, hogy merre kell tovább mennünk. Azt is gyűjteni kell. Á! Mondom, lehet, hogy még nincsen. Nézzük csak. Azt mondja, hogy Adventure, gyűjtögetni való és Masterpiece. Egy darabom van. A Towerből. Stronghold-ba végeztek a fiú. Don't be. Is the worm's head inside this great whirlpool? Well, safe travels. This is where the worm slumbers. Giant whirlpool. Ennek majdnem olyan volt ez ikonja, mint egy Chaos Gate-nek. I'll give you the honor of moving my greatest masterpiece. Szóval itt mindent minden összefügg, minden el, ha a 100% gamer akarsz lenni. Itt gondolom felrobbantunk volna, hogyha nem figyelek. Let's go! Scummy little worm! Uh-oh. De fura volt a szája. Oké, ezeken még mindig nincsen mokokó, de azért megnéztem. Hát egyszerre kettőt robbantani, szerencsére. Sőt, ott hármat is lehetett egyszerre. És még itt van valahol egy... Lejjebb van? Ja, itt van. Jó, mehetünk tovább. Na, és itt a nagy kukac.
Na, az olyan. Ezt hogy kell csinálni? Ó! Na! Mindig tudjuk dobni? Aha. Bár nem éreztem olyan hatékonynak, mint a képességeimet. Elfelejtettem, hogy az dobni is lehet? Ja! Mondom, kipróbálom már. Miket lehet így csinálni. Elvégre nem véletlenül vannak ott. To be honest, I thought I was a gone. What do you think? Impressed by my Pierre-mite's power? Iron Hammer Mine. Küldi. Meg oda raktam a lábához, aztán vártam a csodát. Néztem, hogy nem tudok szaladni, hanem helyette valami más feladat van, vagy más gomb van. Itt is van valami mokokó, bár azt nem jelzik, hogy hogyan kell odajutni. Az ott maradt. Jó, egy küldi. Micsoda törpe csaj. F vagy F6. Ide F5 kellett. Ide F6. És ez közben kész is lett. Ide F5. Én ezt a játékot nem tudom megérteni, tényleg ki kéne próbálnom, bár nem hiszem, hogy tetszene. Hát MMO. A lényeg, hogy van egy karaktered, amivel sebezhetsz sokat. És akkor van rengeteg lehetőség, hogy más játékkal ne nagyon kelljen játszani. Mármint, hogy ebbe jó sok időt bele tudjál tenni. Nagyon röviden, nagyon tömörem. Van egy karaktered, és azt fejleszgeted, hogy egyre jobb és jobb legyen. És mindezt úgy, hogy más játékosokkal a világ minden tájáról. Jó, hát nyilván most ez európai szerverem van, de nagyjából így. Legalább 200 órád rámegy, mire rájössz, hogy nem tetszik. Az is lehet. Gemba! Hoppá. Nagy számok! Jó lút! Csókolom. Akkor ez nem az én játékom, soha nem jöttek be az ilyenek. Na, tessék. Képességeket nyomsz. Vannak klasszok. Nem úgy, mint az Elden Ringbe, ugye? Ahol mindenki kérdezi, hogy milyen klasszal vagyok. Ja, ingyenes, így van. Nyilván, amit az első jó pár órában megtapasztalsz, mondjuk úgy level 50-ig, érzed, hogy egyre jobban nyílik meg számodra a játék. Na, most azt kell, hogy Song of Starlight. Szerintem ilyenem nincsen. Így van, nekem olyanom nincsen.
egyre jobban nyílik meg a játék, tehát az még az eleje. A pass into the Hall of Promise? I haven't heard of anything of this sort. That's the kind of beast I am. Na, 10%-a meg lett Jordnak? 20? Egy idő után azt érzed, hogy már 50-szerre csinálod ugyanazt a kört, de utána jobb lesz. Á, ez sose lesz jobb, mindig ezt fogod érezni. Ilyen ez a játszi. Megyünk közbe tovább. Primordial Lens, amit itt úgy hívnak, hogy Hall of Promise. Akkor ezzel most már legalább végleg eldölt, hogy nem fogjuk tudni megcsinálni. Jorn, a Jornos küldiket, vagy Jorm, vagy hogy is? Jorn, igen. Ezeket nem fogjuk megcsinálni. Így ma. Song of Stardite-t majd megnézem streamen kívül, hogy honnan lehet megszerezni. Illetve legközelebb szerintem pénteken lesz Lost Ark. Így van. Péntek délután fogunk Lost Ark-ozni, és akkor folytatjuk a Jornos részt. Akkor már... újabb... Hát ő is újabb deknek. Akkor már újabb Abyssal Dungeon fogok menni. Amire ti is jöttek, hogyha szeretnétek. És oda már megpróbálok felkészülni, bár azt mondtam, hogy a maira is megpróbálok felkészülni, de hát nem úgy jött a... Nem ültem annyit gépnél, hogy erre fel tudjak készülni. Péntekire viszont mindenféleképpen szeretnék. Úgyhogy az a terv. Megcsináljuk Jornt, megcsináljuk az Abyssal Dungeon-t, a következőt, ami még mindig csak tier 1-es. És Chaos Dungeon-ezni is fogunk, ha végzünk Jornnal. Hát igen, most ez így ennyiszer elmondva már valószínűleg nem hihető, hogy a következő Abyssal Dungeon-nek a küldjét azt így, mert hogy taxát meg fogom nézni, de az a terv. Az a terv továbbra is. Dalnál megnézhetjük, hogy honnan lehet megszerezni? Na nézzük. Song of Starlight. Starlight Isle. Nem jártunk meg. De. Ott volt a Csajci meg az apuka. Az hogy nincs meg nekem. Ja, már nincs sok hátra Jornból, még ez a terület. Még ez a terület, legyőzzük ugye a főbosszt a végén. És akkor... nem is tudom, hogy mi a következő lépés. Azt mondtátok, hogy... Phaeton! Azt mondtátok Phaeton a következő, utána pedig Punica. Ilyeneket mondtatok. Twisting Plague Legion Chaos Gate. Na, például olyanokat is majd kéne nézni. Ezt majd veletek együtt próbálom majd lecsekkolni, illetve ezeket is átnézni. Majd itt megnyomogatom ezeket a gombokat, hát ha okosabb leszek. És akkor ölünk majd Fearboss, Goalship-et, Chaos Gate-et és valami Adventure Island-et is csinálunk majd. Nem tudom, hogy a Tuki például annak számítam.
Ja, szóval még mindig rengeteg dolgot mutat nekünk a játék, ami így új. Durva. Hát ilyen egy jó MMO. Ilyen egy jó MMO, amikor folyamatosan újdonság, 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 és nem érzed azt, hogy most már akkor mindent megcsináltál. Nyilván aki ennél jóval több órát tesz a játékba, annak hamarabb jön ez hamarabb jön el ez az érzés, de hát nekem még szerencsére mutat újat a játék. És eddig még élvezetes. Noha tényleg ezzel a rengeteg lehetőségével kezd elidegeníteni, hogy ez nem biztos, hogy annyira casual barát, de hát érezni kell a határokat. Mindenki meg tudnia kell, hogy mi az, amit így élvez. Lassan 200 órán van, napi szinten tanulok újat, de ezen a streamen mindig 16 olyan dologról beszéltek, amit nem ismertem. Ez ilyen? Addig jó. Addig jó egy MMO, ameddig ilyen. Mondom, nyilván, hogyha napi 6 órát vagy 8 órát foglalkoztok vele, vagy még többet, de nagyjából ennyit, akkor... Nektek hamarabb jön el az az érzés, hogy elfogyott a content, vagy hogy már nem sok mindent tudtok csinálni, de még akkor is ott van az, hogy altoztok. 6 altat lehet nyomni. Mármint, hogy legalább. Például azt sem tudom, hogy mennyi altot lehet nyomni. Jó ég. Jó ég. Jó, hát ennyi. Ennyi srácok. Ennyi srácok már a Lost Ark-ozási. Remélem, hogy tetszett nektek. Péntek délután pergetjük, és ha minden jól megy, akkor nem csak 3 óráig, tehát az egy hosszabb Lost Ark-ozós stream lesz. Meg hosszabb lesz így az Elden Ring is, nem csak 3-ig leszek.